Én azt gondolom, hogy átadni, lemondani és veszíteni tudnak legkevésbé az emberek, pedig szerintem mindegyik állapot lehet hasznos, és mindegyikben megtalálhatjuk a mi személyes gazdagságunkat. Annak idején azt mondta nekem valaki, hogy nem tudok olyat elveszíteni, ami nem az enyém. Ezt akkor még nem értettem, és nem tudtam azt, hogy mi az, ami az enyém, és mi az, ami nem. Azóta persze eltelt húsz év körülbelül, és sok mindent már másképpen látok, és feltehetjük azt a kérdést, igen, hogy mi az, ami a miénk, és mi az, ami nem. Hát azt tudjuk, hogy a Föld közös, ergo mindenkié, tehát mindenkinek egyformán kellene rávigyáznia. Egyébként ma van a Föld napja, ugye 22-e van, úgyhogy érdemes róla megemlékezni, vagy legalábbis elmondani azt, hogy hogyan kellene megóvni az élőhelyünket, és egy picit átgondolni azt, hogy hogyan kellene itt lennünk. Aztán beszélhetünk arról is, hogy szerintem egy embert sem lehet kisajátítani, bár én azt látom, hogy nagyon sokan ezt megteszik különböző kapcsolatokban. Nagyon sokan nem tudnak elengedni, lemondani, még akkor sem, hogyha egy másik ember úgy gondolja, hogy másfelé visz az útja. Szerintem az elengedés nagyon komolyan kellene gyakorolni és tanulni. Azt is mondhatnám, hogy akár tanítani, hiszen nagyon sok olyan helyzet lehet az életünkben, amikor ezt ugye meg kell tenni. Én úgy érzem, hogy az emberi ego nagyon erős, főleg a mai korszakunkban, és lehet, hogy az egész földre ráírhatjuk azt, hogy ego. Persze tudom, hogy nem mindenki él így, és nagyon sokan már letették és lefaragtak az önérzetükből, de azért én mégiscsak úgy látom, hogy nagyon sok, akaratos szemlélet és lény él ezen a bolygón, bár én azt is gondolom, és az a tapasztalatom, hogy mindenkinek meg kell tanulnia azt, hogy hogyan kell átadnia, ergo ezen az úton valamikor mindenki végig megy. Vagy előbb, vagy utóbb, de az emberi fejlődés egyik legfontosabb célja, az pontosan ez, hogy tulajdonképpen eljussunk az önérzetes től, azt is mondhatnám az egótól az alázatig. És ezzel mindenkinek végig kell mennie, ha tetszik, ha nem. Én azt látom, igen, hogy ez megy a legnehezebben, és ebből van a legtöbb vita. Tehát, hogyha valamit át kell adni, vagy esetleg osztozkodni kell, tehát osztozkodni nem igazán tudnak szerintem az emberek, nagyon kevesen vannak olyanok, akik jó szívvel adnak át bizonyos dolgokat, és hát ugye beszéljünk a bukásról, hiszen bukni sem szeret mindenki, de az is lehet, hogy senki. Pedig, ahogy én mondtam, ezek az állapotok is fontosak, és hozzájárulnak a mi fejlődésünkhöz. Tehát nagyon fontos az, hogy mindig azt vizsgáljuk meg, hogy mi egyrészt hogyan vagyunk jelen a Földön, hogyan tudunk fejlődni, milyen szituációk által. Én azt is gondolom, hogy ezek a fajta állapotok úgymond nem véletlenül vannak kitalálva, nagyon sok mindent kell átadnunk, de az is a tapasztalatom, hogy ilyenkor új dolgok jönnek. Tehát abban a pillanatban, ahogy az ember átad valamit, mindig jön valami újabb ügy, ami hasznosabb lehet, és ami. Feljebb emelhet bennünket. Tehát ugye jó kérdés az, hogy mi a miénk, szerintem a felelősségvállalás, és azon kívül pedig minden más birtoklás. Tehát, ahogyan mondtam, a Földet nem zsigerelhetjük ki, elvileg, ugye? De hát azt látjuk, hogy nagyon sokan ezt megteszik, szerintem ők nagyon kemény karmát gyártanak, és biztos vagyok benne, hogy a következő Testetöltéseikben majd meg kell tanulniuk azt, hogy milyen az, amikor el kell engedniük. Tehát minél többet birtokolnak, szereznek az emberek itt, annál nehezebb lesz a pálya. Ez tapasztalat, és ez egyfajta törvényszerűség. Tehát éppen ezért kellene nagyon sok átadással és adással élni, és az egót háttérbe szorítani. Tehát a földre úgy kellene tekinteni, hogy ez egy közös otthon, egy közös bolygó, és elvileg mindenkinek jutna elég. De mivel vannak olyanok, akiknek a, nem tudom én, több ezer darab sem elég, ezért ugye nincs egyenlő energetikai elosztás a Földön, ergo nem tudunk egyenlőségben élni, sem testvérje, sem. Pedig én azt gondoltam, hogy itt felnőtt emberek vannak, de egyébként sokszor kiderül, hogy nem. Tehát beszélünk arról, hogy van egy felnőtt társadalom, nem tudom. Én nagyon sokszor nem érzem ezt, hogy bizonyos társadalmak, vagy közösségek, vagy csoportok, vagy egyének tényleg valóban felnőttekké váltak volna, főleg akkor, amikor acsarkodás van, amikor bántalmazzák egymást, amikor nem tudnak elengedni, amikor elveszik a másiktól azt, amilyen van tulajdonképpen, és hát ugye ez nagyobb közösségekre is igaz lehet. Tehát én nem mindig veszem észre ezt a felnőttséget. Én azt látom sokszor, hogy ezek az emberek inkább olyanok, mint a durcás gyerekek, vagy még rosszabb, és hát igen, tehát vannak olyanok is, akik ugye nagyon bosszú állóak. Szóval nagyon-nagyon sok negatív energia van a Földön, de ez azért van, mert nem tanultunk ezekről a helyzetekről, szituációkról, nem gyakoroltuk. Tehát az emberi egoizmus, mint olyan, az valóban nagyon erős a Földön, nagyon erősen ragaszkodik, nagyon erősen kapaszkodik, és hát sajnos így nem is tudunk egyenlőséget létrehozni világunkban, bár ugye milyen jó lenne, bár igazából én sokszor elmondtam azt, hogy szerintem ennyi ember, nem is fog tudni, tehát ugye most már majdnem 8 milliárdan vagyunk, és azért azt gondolom, hogy a többség nagyon akaratos. Kevés az az ember, aki tényleg átadó, és nem kapzsi, és nem akar állandóan szerezni birtokolni, tehát én azt gondolom, hogy ilyen viszonylatok mellett ezt nem fogjuk tudni megtenni. Egyéni Eredményeket lehet elérni, és egyénileg fejlődhetünk, de tudom azt, hogy nem mindenki akar fejlődni, sőt, nagyon sokan nem akarnak fejlődni, sem változni, sem elengedni, sem átadni. Innentől kezdve szerintem teljesen értelmetlen azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne például egyenlőséget kialakítani a Földön. Nem lehet. Nem lehet. Úgyhogy erről valamilyen szempontból le kell tenni. De ami nagyon fontos, hogy mi egyénileg válthatunk szemléletet, hogyha mi kiegyensúlyozottabb életet szeretnénk élni. Én úgy vagyok vele, hogy nem várok senkire. Tehát ugye én elindultam az úton 2004-ben, azóta tanulok, fejlődök, és nagyon erősen nevelem saját magam. És nem vártam arra, hogy jöjjön egy megváltó, aki megment, mert tudtam azt, hogy ezen az úton nekem kell végigmenni, tehát mások helyett Ezeket az ügyeket nem tudjuk megoldani. Tehát igen, kellenek ezek a megtapasztalások is, és nem mindig csak az, amikor az ember valamit meg tud szerezni és birtokolni, hanem, ahogyan mondtam, nagyon sok átadással is kell élnünk. Ezt szerintem tanulni kell, és egy picit át kell kalibrálni a gondolatainkat, és át kell gondolni azt, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk jelen. Azt tudjuk, hogy a Földet most már elég rendesen kizsigerelték, és szerintem ez az állapot már nem is tartható fent sokáig. Én azt gondolom, hogy a mostani események is ezért vannak jelen tanító célzattal. Tehát valamiért most erre ugye szükség volt és van. Nem tudom, hogy ki az, aki észrevette azt, hogy a jelen állapotokból mit kellene tanulni. Én azt látom, hogy nem sokan, és azt is látom, hogy nagyon sokan pánikba estek, bár nem tudom, hogy miért, hiszen amikor vannak olyan emberek, akik már legalább 10-20 éve mondják azt, hogy tulajdonképpen ezek a helyzetek adódnak majd, de rosszul mondom, vannak olyanok, akik évszázadok óta ezt mondják, vagy évszázadokkal ezelőtt ez már ki volt nyilatkoztatva, vagy akár évezredekkel ezelőtt. Tehát, hogy szerintem nem kell meglepődni semmin, és azon sem, ami most van. Ez egy nagyon erősen szembesítő elem tükör. Én igazából látom az ok-okozati ok összefüggéseket, és azt is tudom, hogy ennek mi lesz a kimenetele. De persze ezzel nem csak én vagyok tisztában, hanem azok, akik egy picit vagy sokkal előrébb látok, és tudják, hogy itt milyen következményeknek kell lenniük ahhoz, hogy átlépjünk egy olyan korba, egy olyan korszakba, ahol hát igen, azt is mondhatnám, hogy sokkal kiegyensúlyozottabban tudunk élni, és ami szerintem törvényszerűleg el fog jönni. És szerintem már félig itt is van. Azt is tudjuk, hogy nagyon sokféle birodalom létezett már a Földön, de ezek közül nagyjából mindegyik megbukott már. Szerintem ez azért van, mert soha nem a szeretet alapjára építkeznek, és egy olyan fajta, azt is mondhatnám, hogy alapra, ami lehet, hogy nem is alap, hanem egy olyan viszonylatra próbálják felépíteni ezeket a birodalmakat, amelyek ugye mulandók. Tehát, hogyha valamit nem a szeretetre, nem az átadásra, nem a, az alázatra építünk, akkor szerintem azok nem lesznek maradandók. És hát azért a történelmi események ezt nagyon szépen be is bizonyítják. Azért adtam ezt a címet a mai adásnak, hogy édes bukás, mert szerintem a bukásokból, a lemondásokból, az átadásokból, és azt is mondhatnám, hogy a sikertelenségekből nagyon sokat lehet tanulni. Tudom, hogy senki nem akar sikertelen lenni, mert az olyan ciki, az olyan fájdalmas, és olyan szégyenérzetet okoz. Szerintem nem. Nekem nagyon sok olyan dolog nem sikerült, amit elvileg szerettem volna, de majd ideje mindjárt visszatérünk, és én is nagyon nehezen dolgoztam fel annak idején, és nem értettem, hogy miért. Ugye ilyenkor az ember rengeteg kérdőjelet tesz fel. Aztán, hogyha jobban megvizsgáljuk ezeket az ügyeket, akkor egy idő után rájövünk, hogy ezek az ügyek tulajdonképpen azért nem sikerültek, mert nem is kellettek, hogy sikerüljenek. Tehát nem kellett az, hogy ezek létrejöjjenek. És tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy... Ezeket mi tiltottuk le tudat alatt, tehát mi döntöttünk arról is, hogy ezek ne jöjjenek létre, mert más a dolgunk, más a feladatunk. Ezt, ezt egyébként nagyon sok ember nem tudja egyrészt feldolgozni, másrészt nagyon sokan nem látják, nem értik az okokat, nem értik az összefüggéseket, mert nagyon sokan a saját életükkel, a sorsukkal, a vállalásukkal sincsenek tisztában. Tehát uh, itt ismerni kellene mindenkinek az egyéni privát életét, hogy ő miért van jelen, hogy milyen szellemi szerződést írt alá, és annak minden egyes pontját tudni, ismerni kell, különben nagy meglepetések fognak érni. Tehát, hogyha ezzel mi szembesülünk, és pontosan a tudatában vagyunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon szépen és kiegyensúlyozottan végigvihető a. Az életünk, az itteni fizikális létezés, és hogyha valami nem sikerül, akkor fogjuk tudni, hogy ez azért van, mert mert nem ezt akartuk tulajdonképpen, mert mást akartunk, tudatalat. Hát persze vannak, akik erre tudatosak, de szerintem az emberek többségen nem. Na most én azt gondolom, hogy ez nem csak egyénileg igaz, hanem globálisan is. És én azt látom, nem csak az én életemben, nagyon sok más ember életében, és akár mondhatnám azt is, hogy globálisan: hogy amikor valaki egyre több mindent akar, akkor az biztos, hogy be fogja bukni ezt a történetet, amivel szerintem nincsen semmi probléma. Sőt, én azt mondom, hogy legyen is így. Legyen így, mivel ahogyan mondtam, itt nagyon sok dolgot kell nekünk megtanulni, hát ezért jöttünk ide, ezért vagyunk itt. És hogyha mi nem tanulunk, nem fejlődünk, akkor ilyen szembesítő elemekkel találjuk saját magunkat, ami egyrészt szerintem isteni törvényszerűség, másrészt pedig ezt mi is akartuk tudat alatt. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy a bukást is az ember saját magának okozza. Mert, mert van egy pont, ami után elég. Igen. Én nem tartom rossz dolognak azt, hogyha valaki például valamit megismétel. Nekem voltak olyan helyzetek az életemben, amikor kétszer kellett elkezdenem ugyanazt. És rájöttem, hogy miért. Azért, mert másodjára már sokkal felkészültebb voltam, átgondoltam, Ezeket a helyzeteket, és azt is, hogy első alkalommal miért nem sikerültek. Tudjátok, hogy miért nem? Azért, mert szerintem az ember nagyon sokszor gögös. És azt gondolom, hogy a gögösség a fölény bukáshoz vezet. És most nem szeretnék üzengetni senkinek és semminek, hogy, vagy azoknak az embereknek, akik így élnek, vagy ilyenfajta vezetést vállaltak, de az a tapasztalatom, és nem csak nekem, és ha, ahogyan mondtam, ha a világtörténelmi eseményeket végigveszük, hogy akik ilyen szemlélettel és attitűddel vannak itt jelen, hát igen, tehát nekik is előbb-utóbb szembe kell nézni ezekkel a tényekkel. Mert göggel és fölénnyel nem lehet célba érni, csak alázattal és szeretettel, de én azt gondolom és azt látom, hogy ma nagyon kevés akár vezetés, vagy akár különféle irányítások épülnek szeretetre. Tehát nem szeretet alapú ez a fajta vállalás nagyon sok esetben. Én nem mondom azt, hogy nincs ilyen, de vannak. Majd azt is elmondom, hogy én mire gondolok, vagy kikre. Tehát uh, itt figyelembe kell venni azt, hogy milyenek vagy melyek az isteni törvényszerűségek, mert azok maradandok, és aki nem erre építkezik, az el fog bukni törvényszerűen. Azt tudjuk, hogy ma nagyon sok szeretet szolgáló lény van, és nagyon sok ilyen szervezet. És én azt látom, hogy akik ilyen vállalással vannak itt, ők valahogy mindig túljutnak, a nehéz helyzeteken. Miért? Azért, mert Isten megtartja őket, mondjuk így, vagy azt is mondhatjuk, hogy ez az erő megtartja őket. A szeretet energiája, hiszen a szeretet energiája sokkal, de sokkal magasabban rezeg, mint azok a negatív elemek, amelyekről ugye az előbb beszéltem. Tehát, hogyha egy alantasabb szintről indítjuk el ezeket a dolgokat, azok sokkal hamarabb bedőlnek, és azok fognak bedőlni, mivel a rezgés szintjük, a frekvenciájuk is alacsonyabban van. Egyébként szerintem nagyon érdemes lenne megmérni a különböző országok energetikai szintjét, rezgés szintjét, és akár tudatállapotát meg lehetne mérni. Meg lehetne mérni azt, hogy ahol most mi élünk, hogy milyen rezgések vannak, és itt nem csak a föld sugárzásokra gondolok például, hanem arra, hogy Együttesen milyen energiákat mozgatunk meg? Mondjuk mondhatom azt, hogy megnézhetnénk azt, hogy például a magyar emberek most hogyan vannak jelen, milyen lelkiállapottal együttesen, hogy milyen gondolatiságokat bocsájtunk ki, mennyire fogunk össze vagy sem, hogy mennyi szeretetet áramoltatunk vagy sem, és hogy ez az egész itteni vezetés-irányítás hol tart. Hát, nagyon szívesen elmondanám a véleményemet. Szerintem sehol, elnézést kérek, bár lehet, hogy nem kellene. Tehát, hogyha azt szemlélem, hogy hol van a humánum, hol van az igazi szolgálat jelenléte, megléte, akkor mondhatom azt, hogy én ezt nem érzem. Tehát. És lehet, és igazából mondhatjuk azt, bár lehet, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez mindig is így volt, mert hogyha visszaemlékszünk például a 80-as évekre, akkor szerintem sokkal kiegyensúlyozottabban éltünk, ergo azért valamilyen szempontból volt humánum. Mert hogyha van humánum, és van szolgálat, akkor szerintem az emberek sokkal jobban érzik magukat egy adott közegben, mert azt érzik, hogy szeretik őket, mert gondoskodnak róluk, és nem csak az a lényeg, hogy hogyan zsigereljék ki a, az állampolgárokat, és hogyan irányítsák őket, és hogyan döntsenek helyettük. És azért hozzáteszem, hogy itt felnőtt emberekről van szó. Tehát azért az, amikor felnőtt emberek feje fölött döntenek néhányan, sok millió ember feje fölött, azért szerintem ez egy picit abszurd. Én egyébként ezt nem is engedném meg. Tehát szerintem az a nagyon fontos, hogy itt tényleg igazi közösségi élet legyen, tehát hogy nagyon sok fontos kérdésről közösen döntsünk, mivel nagyon sok koponya él ebben az országban, és igenis hallgatni kellene ezekre az emberekre, nagyon sok szellemi vezető van, olyanok, akik 10-20 évre előre látnak, nagyon felkészültek, de valahogyan én azt látom, hogy az ő véleményüket általában, hát és igazából főleg ma nem fogadják el. Na most azért azt is tudjuk, hogy a makadságnak mi a végeredménye? A bukás. Egyértelműen a bukás. Ez mindig is így volt, mindig is így lesz, azért, mert a Föld, mint olyan, így van beállítva. Ugye nagyon sokat beszéltem arról, hogy a Földön milyen törvényszerűségek vannak, és akár idevetjük a polaritást, idevetjük a bumerang effektust, idevetjük a karmát, az ok okozati összefüggéseket, tehát én azért azt gondolom, hogy nagyon sok mindent kellene vizsgálni. Na most ugye azt is mondtam, hogy nagyon sokan nem szeretnek bukni. És lehet, hogy a bukásról nagyon sok embernek ugye az iskolai évek jutnak eszébe. Én például soha nem buktam meg, sem az általános iskolában, sem a gimnáziumban. És a főiskolán sem, bár ott egyszer újra kellett ismételnem egy bizonyos szakaszt, azért, mert Hát végül is aztán én nem mentem el egy-két olyan vizsgára, ami fontos lett volna, azért, mert akkor még fiatalabb voltam, és és az, amit az elején mondtam, hogy hogy egy picit volt bennem is, lehet, hogy nem is kicsit, ez a fajta makadság, dűfölény, és az is lehet, hogy gőg. És amikor újra kellett ismételnem egy bizonyos szakaszt, mondjuk így, akkor nagyon sok mindent átgondoltam, és utána én ezt végül megköszöntem. Megköszöntem azt, hogy, hogy valamire megtanítottam saját magam, vagy ez az egész helyzet megtanított, hogy nevelhettem saját magam, és második alkalommal már sokkal alázatosabban, mehettem, vagy mentem vissza, és akkor pedig négyes ötösre vizsgáztam le. Tehát, hogy ennyit számít az, hogy az ember alázatos, vagy nem. Ha az ember gőggel, fölénnyel, és kivagyisággal van jelen, akkor én azt gondolom, hogy lehet, hogy saját magát buktatja meg. Az más kérdés, hogy vannak katalizátorok. Katalizátor lehet egy ember, lehet egy szituáció, bizonyos helyzetek. De ezeket is mi alakítjuk, tehát, ahogyan mondtam, saját magunkat neveljük, kellenek ezek a helyzetek, saját magunkat buktatjuk meg a szembesítés miatt. Tehát ezek tükrök. Ezek a mi saját, személyes, privát tükreink. És hogyha az ember ezen elgondolkodik, hogy ez miért történt, vagy miért akartuk így, akkor én azt gondolom, hogy, és hogyha alázatot gyakorlunk, és már így megyünk vissza, és felkészültek vagyunk, akkor, akkor nyerhetünk. Ugye az is nagyon jó kérdés, hogy ma mit nevezünk győzelemnek. Hát nagyon érdekes, mert nekem a győzelemről, a nyerésről, a nyereségről teljesen másfajta fogalmam van, mint mint amiről ma beszélnek általában. Ugye, tudjuk azt, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a győzelem az, amikor valakit legyőzünk, magunk mögé utasítjuk, rá, taposunk, rálépünk, feljebb emelkedünk, stb. 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 Szerintem ez nem győzelem, szerintem ez veszteség, vagy azt is mondhatnám, hogy ilyenkor veszít az ember mit, saját magát. Sőt, elveszíti az Istennel való kapcsolatát. A szeretettel, a humánummal. Ez nem győzelem, ez bukás. Ugye azt is tudjuk, hogy ma nagyon sokféle versenyt szerveznek, rendeznek, amivel én nem értek egyet. És hát már az iskolákban is versenyeztetik egymással a gyerekeket, de még én olyan eseményt nem láttam, amikor azt tanultuk volna, hogy hogyan kell összefogni, egymást támogatni. Miért nem ebben akarunk győzedelmeskedni? Miért nem mondjuk azt, hogy számunkra az a győzelem, hogy kisegítjük egymást, hogy magam mellé húzok egy másik embert, és nem letaszítom mondjuk a dobogó tetejéről? Én nem értek azzal egyet, hogy az lenne a győzelem, hogy én fölénnyel, túljutok egy másik emberem, tehát szerintem itt minden fordítva működik ezen a földnevű bolygón, mint ahogyan kellene. Egyik nap írtam egy gondolatot, ami így szól, hogy az igazi győzelem az lenne, hogyha azt a nagyon sok pénzt, amit például versenyekre és mások legyőzésére fordítanak, azt arra fordítanák, hogy megetetik például az éhezőket, és hajlékot biztosítanak az elesetteknek, magyarám, nem lennének hajléktalanok, nem lennének éhezők, mindenki boldogan, kiegyensúlyozottan élne, A szerintem ez lenne a győzelem. Ez igazi győzelem lenne. És azt gondolom, hogy hát így az ember talán szívesebben nézne tükörbe. Én egy olyan típusú ember vagyok, hogy ezt a fajta ügyet nagyon erősen a szívemen viselem, mondjuk így. Tehát ne, számomra nagyon fontos a, az, hogy, hogy, segítsünk azoknak, akik nehez, akiknek nehezebb. Ha most valaki megkérdezni azt, hogy nekem milyen programom lenne, ha én lennék egy olyan vezető, bár a saját programomban én vagyok a vezető, ugye a Damai Békés magazin és programban, amit ugye 12 évvel ezelőtt alapítottam. De hogyha nagyobb volumenben dönthetnék, és hát miért ne, akkor én biztos, hogy ezt a kérdést oldanám meg legelőször, és az lenne számomra a legfontosabb, hogy az emberek lelkileg kiegyensúlyozottan éljenek. Mert szerintem akkor minden terület kivirágozna, de ma nincs kiegyensúlyozottság, ma zaklatottság van. És fölény. Aminek én nagyon nem örülök, és nem csak én nem örülök ennek a ténynek, hanem az a valaki sem, aki tulajdonképpen ezt az egész földet megalkotta, azért, hogy az emberek itt boldogan, testvériesen éljenek. Ahogyan mondtam az elején, testvériségről nem beszélhetünk, mert az ma már totálisan eltűnt, mára, nincs, csak fölény van, csak gög van, csak hatalomészség van, pénzészség, és tulajdonképpen a mindennapos küzdelem, hogy az emberek átörökítsék magukat egyik napról a másikra, bizonyos csoportoknak jó, azt is mondhatnám, hogy a 10%-ának mondjuk úgy, hogy jó, a maradék 90% vagy 80-90% pedig ugye tengődik. Én azt gondolom, hogy ezek az állapotok nem tarthatók fent sokáig, de lehet, hogy ez igazából nem is az én gondolatom, illetve de az én gondolatom, de, de hát euh, én nagyon sokszor olyan érzéseket is közvetítek, ami tulajdonképpen a rendből érkezik. És én nagyon sokszor elmondtam azt, hogy itt vannak bizonyos törvényszerűségek, amelyek igazából szerintem túl sokáig nem engedik meg azt, hogy egy-egy ilyen Hatalmi rendszer sokáig fent legyen. De egyébként beszélhetünk itt arról is, hogy ez az egyéni életünkben hogyan valósul meg, mert tudom azt, hogy hogy nagyon sokan zsarnokoskodnak akár a családjukban, vagy akár egy-egy kapcsolatban. Én is találkoztam már ilyen emberekkel, akik zsarnokia működtek, aztán végignéztem a bukásukat, törvényszerűen, ami törvényszerűen következett be. És akkor úgy mindig elgondolkodtam azon, hogy hát igen, hát ez nyilván nem véletlen. Miért? Azért, amit, az, amit mondtam, mert, mert ezek az emberek saját magukat tanítják tulajdonképpen tudat alatt. Megtanítja őket a rend, a nagy egyetemesség, azért erről sem feledkezzünk meg. Tehát ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet tudjunk élni, szerintem, szerintem rendnek kell lennie, és az energiákat ki kell egyenlíteni, hát nincs mese. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elindult most már ez a folyamat, és próbáljuk ezeket az energiákat kiegyenlíteni, és nyilván azért az aranykorban, hol, ha oda átlépünk, ott már nem fognak ilyen esetek előfordulni. Hát én azt gondolom, hogy akik ilyen szemlélettel élnek még, tehát akik kapzsik és kizsigerlik a földet, és túl sokat akarnak, ők nem is fognak tudni oda átkerülni, mert az már egy teljesen másfajta állapot, másfajta rezgés szint. Szóval meg kell vizsgálni azt, hogy az egyéni életünkben ezek a szituációk, helyzetek hogyan nyilvánulnak meg. Tudom azt is, hogy nagyon sok akaratos ember van. Én sajnálom őket, mert igazából ők nem érzik át ennek az egész, mondjuk úgy, hogy létezésnek, vagy átadásnak a gyönyörűségét, az ízét, szerintem az átadásban nagyon sok kincs található meg, és nagyon-nagyon sok pozitív energia. Ahogy az ember átad valamit, amire egyébként hozzáteszem már nincs szüksége, de azért még ugye nagyon sokan ragaszkodnak, mert mert, mert eleve maga az átadás és az odaadás, mint folyamat, mechanizmus nagyon sok embernek nem megy, sem a lemondás. Miért? Azért, amit az elején mondtam, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egyfajta szégyen. És hát az emberek szégyenkezni szerintem nagyon nem szeretnek, pedig valamilyen szempontból szerintem Ezeket az ügyeket is át kell élni, de én inkább azt mondom, hogy ezeket át kell fordítani. Én nagyon sok ilyen esetből tanulok, és nagyon erősen figyelek. És nagyon sokszor önként vállaltam ilyen helyzeteket, pontosan azért, hogy megnézzem azt, hogy másoknak milyen reakciói vannak. És nagyon-nagyon érdekes tapasztalatokra tettem szert. Hogy amikor egy másik ember mondjuk megaláz téged, és te mondjuk ezt hagyod, nem szólsz vissza, és figyeled az ő reakcióját, hagyod, hogy egy ilyen fölényi állapotba kerüljön. Én nagyon sok emberen láttam már ezt a gőgöt, és azt, hogy, hogy ilyenkor tulajdonképpen hova helyezik magukat energetikailag, de én utána azt is láttam, hogy ők emiatt mekkorát buknak. Mert Minél magasabbra emelik fel saját magukat, ugye, hát annál <laughs> nagyobbat lehet ebben a történetben. És lehet, hogy nem jó szó ez, hogy bukás, hanem tanulás. Tehát a bukás szerintem egyenlő a tanulással. És mivel a Föld egy iskola, és rajta mindenki, hangsúlyozom, mindenki tanuló, hát ezért nekünk bizony ezeket a leckéket is meg kell tanulni. Hát, ha mondjuk beiratkozunk egy iskolába, ott sem csak egyfajta tantárgyat tanulunk, hanem nagyon-nagyon sok mindent, és ez csodálatos, nem? Tehát elég unalmas lenne, ha csak egyféle tantárgy lenne. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nagyon sok mindennel szembesüljünk itt. És tudjuk azt, hogy ezek nekünk tükrök. És akkor ilyenkor azon kell el kezdeni elgondolkodni, hogy ez miért történt. Hogy mit kellett volna nekem másképpen tenni? Hát elárulok egy titkot, hogy mit kellett volna másképpen tenni, vagy jobban, alázatosabban kellett volna élni, lenni, működni, nem kinevetni egy másikat, nem rátaposni így vagy úgy. És akkor valószínű, hogy még most is szép életet lehetne élni, és nem történt volna meg a bukás. Egyébként én azt gondolom, hogy ilyenkor olyan sok negatív erő áramlik, össze. Tehát, hogyha valaki mondjuk például kinevet egy másikat, vagy zsarnokoskodik, hatalmat gyakorol, ez mind negatív erőre épül, ahogy mondtam, nem a szeretet energiájára, és mivel, a és mivel olyan nagyon sok a negatív erő, és a negatív erő pedig ugye alacsonyan rezeg, ezért törvényszerűen ez az egész összeomlik. És minél több a negatív erő, minél több negatív erőt mozgatnak meg ezek a lények, annál keményebb lesz utána a lecke, a szembesítés, és annál élesebb lesz a tükör. De szerintem ez mindig is így volt, tehát nem gondolom, hogy olyan túl sok újat mondanék. Tehát a Föld így van berendezve, az itteni tanulnivalók ilyenek, hát ezért érdemes alázattal élni. Ezért érdemes átadással, ha kell lemondással, mert ezek a fajta állapotok mindig tartalmaznak meglepetéseket, kincseket. Én azt vettem észre, hogy amikor elengedem az akaratot, az akarást, akkor valahogyan a Jóisten, vagy nevezzük univerzumnak mindig megjutalmaz. Az akaratomon kívül, és akkor vannak ajándékok. Akkor ezeket az ember megkapja, és amikor megkapod, akkor még alázatosabbnak kell lenni. Tehát ugye nagyon sokan fordítva működnek, mert úgy gondolják, hogyha valamit elérnek, akkor, hát akkor még jobban felmagasztalják saját magukat. Én egyébként ezt látom például egy-két mai sportolon, hogy hát ő legyőzött egy másik embert, és akkor még gőgösebbé válik. Én nem tudom. Tehát, hogy nem értem, hogy ez mire jó. Hogy ezeknek az embereknek tulajdonképpen, hát hatalmas egójuk van, mondjuk így, hogy miért nem szeretnek veszíteni. Szerintem az utolsó hely is csodálatos. Miért? Mi, mi, mi vele a baj? Én azt szoktam mondani, én nem akarok győzni. Nem akarok senkit legyőzni, nem akarok senkit leigázni. Nekem tökéletes az utolsó hely. Én, ha kell, elvállalom. Én leszek az utolsó, tehát, mert az fantasztikus. Hát miért ne lehetne így lenni, miért ne lehetne egy ilyen szemlélettel élni? Egyébként nagyon fontos lenne megvizsgálni azt, hogy akik állandóan győzni akarnak, és nagyon nagy ilyen akarattal élnek, hogy Velük mondjuk mi történt az életükben, és egyébként én nagyon sokszor visszavezettem ezt a gyerekkori, mondjuk akár traumákra. Nagyon-nagyon sok uh, ilyen attitűdöt hozunk onnan, és sajnos azt is tudom, hogy nagyon sokan nem nőtték még ki ezt, ezeket a, az állapotokat, tehát azt is mondhatnám, hogy ők még mindig a gyerekkori akaratos énjükben vannak benne. Lehet, hogy felnőttek, és lehet, hogy 30-40-50 évesek, de akkor is olyanok szemléletben, mint a gyerekek mondjuk, vagy mint a gyermeki létmód. Azt is tudjuk, hogy itt nagyon sokféle fejlődési szinten kell végigmenni, törvényszerűen. A személyiségünknek is nagyon erősen fejlődni kell, tehát nekünk az egoista énünkből ki kell lépni, és el kell érni magasabb szinteket. Erre való a földi fizikális létezés, de ugye azt is tudjuk, azt is látjuk, hogy nagyon sokan nem emelkedtek ki ebből a berögzült állapotból, mert szerintem ez egy berögzült állapot, nem indultak el az úton, és szerintem ezek a fajta szemléletek és állapotok adják és generálják például a zsarnokságot is, de nyilván ezt nagyon sokféle szempontból lehetne megközelíteni, megvizsgálni. Én igen, igen, én azt vettem észre, nagyon sok emberem, hogy lehet, hogy gyerekkorukban sok mindent nem kaptak meg, ezért felnőtt korukban is ilyen akaratossá váltak, vagy az is lehet, hogy mindig mindent találjuk pakoltak, és ezért úgy gondolják, hogy felnőtt korukban is ez a helyes viselkedési mód. Szóval én nem gondolnám azt, hogy mindenki felnőtté vált, aki felnőtt testben van. Én nem ezt veszem észre. Én azt látom, hogy nagyon sok embernek kellene még fejlődnie, és egy sokkal humánusabb állapotot elérni, a mi dolgunk az, hogy elérjük a humánus énünket, az alázatos énünket, hogy hasznos tagjai legyünk a társadalomnak olyan szempontból, hogy szolgálattal legyünk jelen. A szolgálat megléte nagyon fontos a szolgálatban, biztos, hogy van átadás, biztosan van szeretet, alázat, tisztelet. Tehát szerintem nekünk ezek a legfontosabb földi tanulnivalóink, és az, hogy ne akarjunk fölénnyel, göggel élni, mert ezek mindig bukáshoz fognak vezetni, ha tetszik, ha nem, és ugye beszéljünk a bumerang effektusról is, amiről én sokat szoktam beszélni, ami pedig nem más, mint a visszahatás, tehát amit az ember kiküld, az visszamegy, ha nagyon erősen küldi ki, akkor sokszorosan visszamegy, de ezek az elemek mindig tükrök, amelyekkel ugye szembesülni kell. Én ajánlom azért a többi előadást is a mai mellé, tulajdonképpen, mert szerintem én nagyon sokszor beszéltem már erről a témáról, de most kifejezetten arról szerettem volna beszélni, hogy az, hogy az ember néha elbukik, vagy valami nem sikerül, az nem feltétlenül rossz dolog, sőt, szerintem, Hasznos és kamatoztatni kell, mert tanító célzattal van jelen, és az ember mindig saját magát tanítja. Tehát a bukás lehet édes, mert jóvá érhetünk általa. Mert ettől lesz színesebb a világ akkor, hogyha nem visszavágunk, hanem elgondolkodunk azon, hogy lehet, hogy nem mindig tudunk jól mindent, lehet, hogy nekünk is fejlődni kell még, lehet, hogy mi sem vagyunk még kész termékek. Mert van egy fejebb való, aki sokkal jobban tudja ezeket a dolgokat, érdemes rá hallgatni ezekre a törvényszerűségekre, hogy az ember belül is megérjen. Tehát nem csak az a fontos, hogy kívül váljunk felnőttekké, és úgymond érettekké, hanem belül is. Tehát saját magunkat kell érlelni ezen helyzetek által. A győzelem pedig szerintem az, amikor az ember eljut a humánus énjeig, amikor már így él, másoknak tud segíteni, alázattal, tisztelettel, lemondással, mert ezekben az állapotokban és helyzetekben rengeteg-rengeteg szellemi kincs van. De főleg a világ szeretete, amire lehet építkezni, és hogyha erre építkezünk, akkor maradandót tudunk alkotni. Hát ez a legfontosabb. Alkossunk maradandót a szeretet energiájából amely örökké él, örökké rezeg és pulzál, és amiből mindenki vehet. Tehát itt nincs zsarnokság, itt uh, nincs uh, telhetetlenség, és nincs az, hogy mindent kiszipolyoznak, mert a szeretet mindenki és ez az állapot is, amiről tulajdonképpen én nagyon, de nagyon régóta beszélek.